Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Őszi fesztivált rendeztek Újdonbuváron, felvonulás színpadi programok, vásári forgatók jellemezte a rendezvényt. Ünnepi műsorral készültek a gimnazisták, az aradi vértanúkra emlékeztek Dombóváron. Könyvbemutatók, beszélgetések, könyvtári napokat tartottak Dombóváron. Cseszneki Alkotók Társasága tárlaton mutatkozik be a csat Dombóváron. Őszi fesztivált rendeztek Újdonbóváron a hétvégén, látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatók jellemezte az őszköszöntőt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek, többek között Miskolcról, Kaposvárról és Pécsről is. Este szüreti bállal zárt a fesztivál. Az újdombóvári városrész legnagyobb ünnepe az őszi fesztivál. Rengetegen kilátogatnak ilyenkor a városrész harmadik utcájába és a Sagúj Károly térre, hiszen itt zajlik javában a felvonulás és a színpadi program, valamint a vásári forgatag. Kortól független a szórakozni vágyás, az emlékek felidézése. Az én számomra nagyon sokat jelent, mivel fiatal koromban én is felléptem, és vonultam is sokszor Hintóval, lánykoromban még Szakcson éltem, és akkor ott felvonultunk több alkalommal, és nagyon látványos volt, nagyon szép volt, és azóta is keresem azt a hangulatot, amit akkor átéltünk. Igyekeznek itt nagyon az iskolások, hogy visszaadják azt a jó hangulatát, jó idő megvan hozzá, szépen elrendezték mindent, most várjuk nagyon a felvonulást. Nem tartozok ide Dombóvárra, de itt lakok már 50 éve, a kórházi dolgozó voltam, és eljövök minden nap, mert a lányom itt tanít az iskolába, ide jártak mindenki, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ide jönni, és szeretem Dombóvárt is egyébként. Úgyhogy. Az őszi fesztivál megrendezése nagyon régi hagyomány, már a 20. század elején is rendeztek ilyet, aztán egy időre elmaradt a vigadalom, majd mintegy 3 évtizede újraélett a színes őszi forgatag, mondta Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója. Hagyományosan nem sokára kezdődik itt a megnyitó a templomnál, ahol polgármester úr, a Dombóvári József Attila igazgatónője és plébános úr áldja meg a terményeket, tehát ezzel a kis megnyitóval kezdődik a program, aztán lesz egy látványos felvonulás a 6. utcáig, a Saguli Károly térig, ahol indulnak a színpadi műsorok, erőszel a baptársulatnak egy látványos utcaszínháza, utána pedig gyakorlatilag 16:30-tól folyamatosan a színpadon lesznek műsorok, a sztár vendég pedig 20 órától már jó lesz. Fellépők közül nem mindenki dombóvári, nagyon távoli vidékekről is érkeztek szereplők. Épp ez volt a cél, hogy próbálunk máshonnan is hívni. A Kapos Tánc Együttes kihagyhatatlan, ők mindig részt vesznek a megnyitón, és természetesen a színpadon is, de érkezett a Somogy Tánc Együttes is zenészek kíséretéből, de itt lesz Lukács Tibor cigányzenész a zenekarával Miskolcról, tehát gyakorlatilag ahonnan tudtunk és ahol van ismerni, Mazsoret csoport jön Irek Szemcséből, tehát sok helyről érkeznek fellépők. A Dombóvári József Attila Általános Iskola mintegy 30 éve részt vesz a fesztiválon. Kezdetben főszervezőként, majd most már inkább résztvevőként a művelődési házzal közösen vesz részt a szervezésben és a programban, mondta Inguláné Futó Orsolya intézményvezető. Délelőtt vannak saját programjaink, virtusjáték, közös főzés a szülőkkel és egyéb mindenféle bemutatók voltak délelőtt. Délután pedig a felvonulásnak a nagy tömegét adja az iskola, hiszen majd minden évfolyamunk valamilyen stílusban, de felvonul, valamit meg személyesítenek a ruházatukkal. Terményeket, terméseket, amiket idehoztunk, áld meg földünk termését és szüretünk gyümölcseit. Add meg mindazt, amire szükségünk van, és segíts mindannyiunkat áldásoddal a mai ünnepen, az Egyistennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezekre a termésekre, gyümölcsökre, ránk is mindannyiunkra, és maradjon velünk mindenkor. Szép ünnepet! És délután kívánok mindenkinek. Több iskola a város és sok civil is közreműködött a rendezvény során. A fesztivál az újdombóváriak kedvelt helyszínén zajlik, tájékoztatott a polgármester Pintér Szilárd. 2020-ban döntöttünk úgy,
Az Újdonbárok által kedvelt Sagúj térre megyünk vissza, ugye ez a 6. utca keresztülésében, és a főcércsésben található, elmondások szerint régen ott szokták tartani a búcsút is. Nyilván itt a templom körül nagyon veszélyes volt a régi helyszín. Örömteli az idén, hogy ennyi fiatal itt van megint, több mint 14 csoport felvonul, és az iskola is tudta folytatni hagyományait, hiszen a pandémia után újból meg tudták tartani a családi délelőttöt, ezt követelőjönnek a szabadtéri programok, és nyilván régen is, és az idén is úgy lesz, hogy 21 órától az iskola aulájába egy jótékonysági bár kellő megrendezésre, és ezzel zárjuk a mai napot. Látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag jellemezte az őszköszöntőt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek többek között, mint hallhattuk. Fellépett a Babtársulat utcaszínháza is, a Sagúj Károly téren, valamint a Bartók Béla Férfikar Eszencia együttese is. Az aradi vértanúkra emlékeztek Dombóváron, és október 6-án gimnazisták adtak emlékműsort. A beszédek után az emlékezés koszorúit is elhelyezték a 13 aradi vértanú emlékművénél. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen, szárnya tört madár. Október 6-a nemzeti gyásznap. Országszerte megemlékezést tartottak. Az aradi vértanúk kivégzésére emlékeztek Dombóváron is. Az Illés Gyula gimnázium tanulói adták az emlékműsort, majd dr. Szenyéri Zoltán igazgató mondott beszédet. A megemlékezés az ilyen és hasonló történelmi eseményekre elengedhetetlen, és a dombóvári gimnáziumban is fontosnak tartják. Tiszta, hősies, egyenes gerincű. Magyar a magyarnak, nem volt farkasa. Dombóvár város önkormányzata minden évben felkéri az iskolákat arra, hogy egy-egy nevezetes ünnepnap, emléknap tiszteletére adjanak műsort. A idén október 6-a a Dombóvári és Gyula gimnázium megemlékezésének a helyszíne és a napja. A műsorokat a kollégák már régóta készítik elő. Meggyőződésem, hogy mivel tudták, hogy ezt a műsort nekik kell megrendezni, már augusztus végén készen lehetett a forgatókönyv. Nálunk az iskolán belül az is hagyomány, hogy évente cseréljük a évfolyamokat az adott műsornál, hogy egy kicsit mindenki tudjon megújulni és új impulzusokat kapni. És ez a rákészülés, ez mai nap ért el a tetőpontját, hiszen ma újabb-újabb főpróbák voltak. Az iskolában már délelőtt előadták ezt a nagyon szép kis kerek műsort, és a város tiszteletére és felkérésére pedig most délután itt a Hősök emlékművénél újra előadták a gyerekek. 10.-11. évfolyamosok voltak, egy kislány, aki a testvérével énekelt, ő fiatalabb. Általában az a hagyomány, hogy a 10. évfolyam, aki az október 6-ai műsorra készül, az érintett osztályfőnökök állítják össze, és hát természetesen igyekszünk olyanokat felkérni a főszerepekben, akik megfelelő, akár énekhangi adottsággal, akár fellépéssel rendelkeznek. Az igazgató beszédében idén kiemelte az egyik mártírt a 13-ból, és jobban elmélyült Damjanich János honvéd vezérőrnagy életében és a szabadságharcban betöltött szerepében. Én úgy érzem, hogy október 6-a mindannyiunk lelkében az egyik legmagasztosabb nemzeti érzéskeltő emléknap, nem ünnepnap, hiszen ez egy gyásznap, és én ezt igyekeztem a beszédemben megszólaltatni. 2016-ban még ide járt a gimnáziumban a nagylányom, és ők egy olyan műsort adtak elő, ahol formabontó módon egy egyéniség köré, Batthyány Lajos sorsa köré helyezték el a műsort, és valahogy ez adott nekem inspirációt arra, hogy én is válasszak a 13 hős közül egyet, és Damjanich János életrajza és hősi tettei köré igyekeztem a mondani valómat felépíteni. De nem csak ő, hanem mind a 12-en, illetve az a sok-sok egyéb hős is megérdemli, hogy ma fejet hajtsunk előttük, akik valóban elmenekülhettek volna, ahogy fogalmaztam, de mindannyian vállalták az ítéletet, akkor is, hogyha tudták, hogy az halálos ítélet lesz. A megemlékezés végén elhelyezték az emlékezet koszorúit a Szaradi Vértanúk emlékműnél. Október első hetében rendezték meg az országos könyvtári napokat Dombóváron. Az 5 napos programsorozat keretén belül több dombóvári születésű íróval és költővel hallhattak beszélgetéseket az érdeklődők.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatához a Dombóvári Könyvtár minden évben csatlakozik. Hídépítők, a könyv, a könyvtár összeköt embereket, gondolatokat, kultúrákat. Ezen a héten, hétfőn fotókiállítás nyílt itt nálunk a könyvtárban, a dél-dunántúli régió fotóművészeinek alkotásaiból. Aztán kedden Tomcsányiné Goróci Katalin visszaemlékezéseiből Juhász Csilla és Kőszegi Csaba olvasott fel verseket, az írónővel Takács Istvánné helytörténész beszélgetett. Szerdán Németh Nyiba Sándor verses estjén vehettek részt az érdeklődők, Ady Endre, József Attila, Babits Mihály életéből hangoztak el történetek zenei aláfestéssel. Vasárnap, könyves vasárnap lesz, ez egy országos kampány a könyvtárakért, mindenféle foglalkozások, ingyenes beiratkozások zajlanak, illetve hát nem egy utolsó szempont, hogy elengedjük a késedelmi díjakat, így bárki bátran bejöhet a könyvtárba. A Perceptron gyermekei című verses kötetét mutatta be a nagy érdeműnek Balaskó Ákos, Petri György díjas költő. Az érdekessége a költőnek, hogy munkáját tekintve informatikus programozó. Mindez a könyvtári napok keretében történt. A látogatók egy-egy órás beszélgetés során ismerkedhettek meg a könyvvel, és néhány verssel is, amelyben az informatika szaknyelve és rendszere egyesül az irodalommal. A mai napon pedig Balaskó Ákos, dombovári születésű programozó költő a vendégünk, most már a harmadik verses kötetével vendégünk az elmúlt 10 évben. Ő egy érdekes találkozás, mivel ugye ő egy informatikus programozó, és ez a legújabb kötete, tehát az is már egy kihívást jelenthet számunkra, a Perceptron gyermekei. A költő nem egy megszokott stílust képvisel, és ebből kifolyólag egy kisebb réteget szeretett volna megtalálni verseivel. Leginkább szerintem azért az informatikusok találnak benne csemmegéket, az biztos. A biológusokra inkább kíváncsi vagyok, mint hogy így számítanék rájuk, hogy ez itt lesz valami. A Jordán Ferenc, amikor megírta a fülszöveget, ő mondta, hogy neki nagyon tetszett, hogy az ő kemény tudományban szereplő kollégái azok is találnának benne valamit, bár nem mondott rá túl nagy sanszt, hogy esetleg a kézbe veszik, pont ezért, mert ők azért inkább reál beállítottságúak. Tehát így az ötvözet, vagy mindenkiből egy kicsi esetleg. Balaskó Ákos a tanulmányai során kedvelte meg az irodalmat és az informatikát. Ez a szeretet ösztönözte arra, hogy elkezdjen verseket írni. A könyvtári napokon bemutatott verses kötete nem az első műve, és valószínűleg nem is az utolsó. A gimnáziumban olyan tanáraim voltak, akik mind irodalomból, mind matematikából is kíváncsivá tettek a tantárgy iránt, úgyhogy emiatt roppant szerencsésnek érzem magam, hogy ők voltak a tanáraim. Szerintem talán ez az, ami a kezdeti pont volt, hogy így a mindkét irányba legyen érdeklődésem. Ugyanakkor meg mind a kettő kb. Azért hasonló. Hasonlóan a kíváncsiságból fakad. Leginkább úgy, hogy a terminusokat, tehát az a megúszós része, hogy a terminusokat átveszi az ember, és akkor így az irodalmi szénában rögtön be is van emelve egy adott tudomány ágnak a gondolatvilága. De azért volt arra is affinitásom, hogy ne csak azt, hanem tehát ne csak ilyen elemi szinten, hanem egy kicsit mélyebben is a gondolkodásmódot valamilyen szinten átadjam. A tervek azok mindig vannak, de hát meglátjuk, mi lesz belőle. Még nem vagyok benne biztos. Még csak a kutatási fázisban vagyok. A könyvtári napok vasárnap zárultak, amikor is a mondókás délelőtti program mellett ingyenes beiratkozással és késedelmi díjak elengedésével várta az érdeklődőket a Földi István Könyvtár Dombóváron. Helyi és környékbeli művészek, kézművesek alkotják a Cseszneki Alkotók Társaságát. 3 éve alakult a közösség, amelynek alapítója a településen élő Pásztor János festőgrafikus. Most a Dombóvári Művelődési Házban láthatók a társaság, vagyis a CSAT tagjainak művei. A
Cseszneki Alkotótársaság, vagyis a CSAT tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Dombóvári Művelődési Házban. A társaság alapítóját, Pásztor János festő-grafikust kérdeztük a tárlatról, a CSAT működéséről, korábbi munkájáról. Én Dombóváron dolgoztam még az elődjében is, a koronában, ez a régi, aztán elkezdett düledezni, és akkor egyrészt, ha nagyobb rendezvény volt, akkor ezt az Apácaiba tartottuk, és amikor felépült ez a műfáz értelemszerűen, akkor itt dolgoztam. Tehát én népművelő voltam, tanítottam, és mellesleg, hát apró sráckorom óta festettem, meg Budapesten a művészeti gimibe értem, Pécsett a tanárképzőn, rajzszakon diplomáztam. Na, szóval közben ez a három terület volt a közoktatás, közművelődés, meg a képzőművészet. 3K. Szélmainé Erzsike, amikor én Dombóvárra kerültem, akkor átjárt Kaposvárról, és itt volt egy szakkör. Vegyesen, nem főleg fiatalabbak, de korosztályra vegyesen, és amikor én Dombóvárra érkeztem, ugye elsők között szerepelt az, hogy megnézem, hogy a magas kultúra, a közepes és az alacsony, tehát egyáltalán mi van a kulturális élettel, és hát a koronában, a régi műfázban betévedtem véletlenül, és ott volt az Erzsike, beszélgettünk, és mondja, hogy hát ő már úgyse szívesen jár át Kaposvárról, vegyem át a szakkört. És akkor átvettem a szakkört, nagy tisztelettel, köszönettel, viszont hát közben úgy adódott, hogy nekem kapcsolatom volt Lantos Ferenc képzőművésszel, pécsi műhelyjel, meg minden, és akkor kibővült ez a szakkör, hogy volt gyerekcsoportja, volt felnőtt csoportja, és a Lantos Ferenccel együtt működve Dombóvári Műhely néven üzemeltünk, ami azt jelenti, hogy itt szakkör volt gyerekeknek, műhely volt felnőtteknek. Na most a műhely munka az azt jelenti, hogy nem csak festegettünk, hanem kísérleteztünk festés, aztán egy kollégina, a Szébert Klára Balázs nénéven ismerős kerámikus, vele együtt dolgoztunk, az Ozorai Gáborral, a Pipó filmet dolgoztunk együtt, a Varga Géza szita nyomatokban segített, és lejártunk Pécsre litográfiákat készíteni, ott a Pető János figyelt fel a grafikáimra. Tehát a lényeg az, hogy jó kapcsolatunk volt a filmesekkel is még, készítettünk is filmet, beneve a vonallal, tehát kutatómunka, ott a dr. Stettner Eleonóra, a matematikus segített a dolgba, tehát ilyen műhely jellegű munka volt, ezerféle mindent csináltunk, és hát közbevetőleg azért el kell mondanom, ha nem is ilyen értelemben, de a gyerekszakkörtől kezdve Betty Szilvási Beáta, a csattag most is, és ő például járt, tehát gyerekkorától kezdve a műhelyben is dolgozott. Úgyhogy sokrétű munkánk volt, ebben a házban is volt annak idején az itteni Dombóvári Műhelynek kiállítása. Most Cseszneken lakom, ott sikerült egy társasággal együtt dolgozni, és hát most ismét kiállítás, de most a Cseszneki Alkotótársaságnak. Ha kínai lennék, akkor azt mondanám, hogy állítólag van egy ilyen mondás, hogy egy kép többet ér, vagy többet jelent ezer szónál. Tehát ha én most nem mondok semmit, akkor hát ott vannak a képek, beszéljenek azok. De hát röviden a tagok úgy kerültek a Cseszneki Alkotótársaságba, hogy a Cseszneken nem volt ilyen csoport, vagy képzőművészeti élet. Én ugyan rendeztem ismerősöknek, kollégáknak ott kiállítást, meg ilyenek, de az a helyzet, hogy
hogy nekem mindig hiányzott. Tehát én akárhol voltam, mindig volt valamilyen csoport, amelynek tagja voltam, vagy én szerveztem. Tehát most is tagja vagyok a Palotai Alkotókörnek, tagja vagyok az Országos Képzési Iparművészeti Társaságnak. Mert ahol laktam, ott is legyen már valami képzőművészeti élet. És hát elsősorban most már a csapat régi ismerősökből áll, mint a Betty is, hogy volt tanítvány is, illetve hát van, akit a Német Sacit például fölkészítettem művészeti gimnáziumra, gyerekkora óta ismerem, ő rajzpályázatokat nyert, és a Lenz Zsanettet főiskolára, és nagyon érdekes világuk van mind a kettőjüknek. Hát tényleg meg kell nézni a képeket, mert a Zsani az érzelem, a szerelem, a párok, meg ezekről fest. A Német Saci nagyon érdekes világot, meg komputergrafikákat és egyebeket. Van egy matematikus emberünk is, a Dósa Györgynek hívják, ő matematika professzor Veszprémbe, de szórakozásból fest, és egyre érdekesebbeket, nagyon szellemes címekkel. A Fekete Katalin, ő pedig a szomszéd faluban vannak a szülei, és akkor találkoztunk, és ő egy belső építész tulajdonképpen. Tehát az ő munkáik vannak itt, ha jól számoltam, akkor mindenkit mondtam. A Cseszneki Alkotótársaság létrehozásának célja a településen és a környékén élő alkotók összefogása, valamint az alkotásaik bemutatása, úgy, mint most a Dombóvári Művelődési Házban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!